elmondom magyarul is, tehát magyar nyelv is. A mai szerződés, amit aláírtuk a tartományi garancia lappal. A Szabadkai Önkormányzat első olyan szerbiai önkormányzat, amely szerződés és viszonyba lép a tartományi garancia lappal, ami azt feltételezi, hogy az önkormányzat költségvetési eszközöket választ ki abból a célból, hogy a mezőgazdasági termelőknek olyan feltételet kell tudjanak az üzleti bankok kölcsönöket nyújtani, amilyen feltételek kell a mai helyzetben egyetlen mezőgazdasági vállalkozó se tud kölcsönöket kapni az üzleti bankoktól. Ez azt feltételezi, hogy az önkormányzat ezzel a szerződés aláírásával szubvencionálni fogja a kamatkötelezettségét azoknak a mezőgazdasági vállalkozóknak, akik kölcsönöket akarnak felvenni, és jelenleg ez a szerződés, ez két olyan programot lát elő, ahol lehet kölcsönöket felvenni, ez pedig a jégvédelmi hálóknak a kiépítését, vagy felépítését, vagy felállítását jelenti, másosorban pedig a másik részben pedig a locsórendszereknek a felállítására vonatkozik, locsórendszerek kiépítésére vonatkozik. A Szabadkai Önkormányzat 18,4 millió dinárt lát elő ebből a 2014-es költségvetésből. Ezen a héten még ki fogjuk írni a pályázatot, és ezzel a 18,4 millió dináros összeggel az üzleti bankunknál a mi mezőgazdasági vállalkozóink körülbelül majdnem 200 millió dinár értékű kölcsön tudnak felvenni. Ez azt jelenti, hogy olyan feltételekkel tudják felvenni ezeket a kölcsönöket, amelyek mögött áll a tartományi garancia alap, és ezáltal sokkal olcsóbban, vagy azt mondom, kisebb kamatlábakat tudják megkapni ezeket a kölcsönöket. Másosra pedig az önkormányzat fogja ezeket az alacsony kamatlábakat is szubvencionálni, és a mi előállításunk szerint ezek a kamatlábak éves szinten 3%-osok lesznek, azzal ezeket a kölcsönöket 5 és 7 éve lehet felvenni, egy éves grace-periódussal, és valószínű második, meg a harmadik évben pedig a kamat összegeket pedig az önkormányzat állna. Itt igazából ezek a mezőgazdasági vállalkozók szerződésbe fognak állni úgy az önkormányzattal, mint a garancialappal, és lehetséges lesz még azt is kihasználni, hogy a mezőgazdasági tartományi titkárság által előállított pénzeszközökből is szubvencionálják ezeket a kölcsönöket. Tehát azt jelenti, hogy akár még plusz pénzeszközöket kaphatnának, vagy írhatnak le a kölcsön összegéből a mezőgazdasági dolgozók, hogy ezt a mezőgazdasági tartományi titkárság is támogatni fogja, és úgynevezett főként támogatni fogja. Ez a feltétel, ilyen feltétel rendszerrel egész Szerbiában még nem adtak sehol se kölcsönöket, nem biztosítottak sehol se kölcsönöket. Szabadkai Önkormányzat az első önkormányzat az egész országban, mert ilyen feltétel lehetne kölcsönöket felvenni, és én remélem is biztatom a mi mezőgazdasági vállalkozónkat, élnek a lehetőséggel, ilyen feltételekkel ezt ki kell használni, hiszen ez jó beruházások lesznek. Ezek a beruházások abban a két mezőgazdasági részben mennek, amelyek igazából jó hasznot tudnak hozni, ez elsősorban a gyümölcstermesztés, illetve a kertészet irányába tudnak menni, ezek a kölcsönök ezekkel foglalkoznak, illetve a virágtermesztéssel foglalkoznak, hiszen ezeknél a termeléseknél lehet kihasználni ezt a két vonalat, amelyet most itt aláírtunk is, amelyet biztosítani fogjuk a mezőgazdasági vállalkozóknak. Én azt is elmondtam, hogy tárgyaltunk a tartományi garancia alap igazgatójával arról is, hogy a következő évben előlássunk még pénzeket, elsősorban a gazdaság támogatás irányában, mert eddig mindig kiosztottuk a pénzeket az önkormányzati költségvetésből, és akkor kértük, hogy fizességet vissza, ezek az összeget sokkal kisebb összeg voltak éves szinten, 15-20 millió dinárs összeg, most meg ezekből 10-szer akkora pénzösszeget tudunk generálni az üzleti bank és a garancia alap segítségével a vállalkozók irányában. A következő évben remélem, hogy ez is abból is valami meg fog valósulni, hogy a női vállalkozók irányában is ugyanilyen, hát azt mondom, hogy folyamatot indítsunk el, tehát ugyanilyen lehetőség legyenek, hogy ilyen jó feltételekkel kapjanak kölcsönöket a garancia alapnak a biztosítékaival és támogatásával, illetve remélem azt is, hogy a kooperánsok, amelyek akik bedolgoznak a nagy cégeket, és itt Szabadkán itt van akár a színes szakállal, amelyek érdekeltek kooperánsoknak az angazsálásába, hogy ezek a kooperánsok irányába is ilyen kölcsön folyamatok időben kellene, hogy ők is tudjanak kölcsönket felvenni ilyen nagyon jó feltételekkel.
Én remélem is felkérném a mi mezőgazdasági vállalkozók, hogy kölcsönök gyümölcsészettel és kertészettel foglalkoznak, hogy érdeklődjenek körül, és hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mert ez nagyon nagyon feltételeket jelent arra vonatkozóan, hogy megerősítsék a területet.